Eljutottunk odáig, hogy most már tényleg megcsináljuk azt, amit elkezdtünk. Mindegy, hogy vékonyak vagy dagik vagyunk. Nagyon megnézzük, hogy kire hallgatunk, és mit hiszünk el. És már pontosan tudjuk, hogy mik azok a mérgek, amiket el kell kerülni vagy 800 méterre. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy mit kell konkrétan csinálnunk, azaz, hogy hogyan mozogjunk, mivel kezdjük. Mozdulj be! Akármilyen a testfelépítésed, akármi a célod, mindenképpen a saját testős edzéssel kell kezdened. Minek mozgatnál mást, hogyha még a saját testedet sem tudod? Ezen kívül rengeteg embernél probléma az, hogy szégyelli a testét, vagy az mondjuk az erejét, a teljesítményét, hogy semmit nem tud megcsinálni, és nem mer ezért lemenni a terembe, vagy mondjuk adott esetben a kondiparkba, hanem szeretne inkább otthon edzeni. Na erre is tökéletesen megfelel. Mert természetesen azt gondoljuk, hogy ó, hát a teremben ott már csak azok vannak, akik szépek, amik kész vannak. De nem, alapvetően azért megyünk a terembe, hogy úgy nézzünk ki, tehát hogy ott edzünk, vagy hogy ott legyünk olyan erősek. De valahogy érthető ez, hogyha valaki nem meri, arra tökéletesen jó az otthoni edzés. Kivétel nélkül mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy kezdjék a mozgást a fegyencedzéssel. De mi az a fegyencedzés? A fegyencedzés egy könyvmely szerint a saját testsúlyos edzés pártai elfeledett titkai, a világ átalakulása után a csillogó konditermek és izmok miatt eltűnt, csak egy helyen maradhatott fent, ott, ahol a túlélés múlik az erőn, a börtönökben. De mi a baj ezzel? Aki még nem tájékozott az edzésben, és ezt a könyvet olvassa el először, az igen komoly fasságokat is elsajátíthat a könyvből. Ez azért van, mert a könyv alapvetően arra épít, hogy izgalmas vagány legyen, hogy te elkezdesz edzeni, húzózkodni, és te leszel a börtönök király, te leszel Bojka, és szétversz mindenkit, nem is kell verekedni, mert ránézésre, és akkor annyi kér király leszel, hogyha csak a fegyencedzéssel edzel. A nagyon agresszív és lazas stílusa arról szól, hogy minél több emberhez eljusson, hogy beszéljenek róla, akár negatívan, akár pozitívan, magyarul marketing. Ha még nem olvastad ezt a könyvet, akkor ne vegyél belőle mindent készpénznek, amit ír. Ennyi. Abszolút értékben szídja és lenézi a súlyzós edzést és azt az egész világot, a testépítést, és mellette isteni szintre magasztalja a saját testsúlyos edzést. Ez egy nagyszerű reklámfogás, és valójában olyan sikeres is lett, mint ahogy ezt kitalálták. Mert igazából, hogyha annyi lett volna a címe, 6 saját testsúlyos gyakorlat a fittségért, írt a Targum, akkor nem vette volna senki. De ha az a címe, hogy fegyenc edzés. Akkor megveszi. Egyéb szépséghibá is vannak a könyvnek, de még mielőtt azt gondolnátok, hogy ez az egész videó arról szól, hogy én lehúzzam a könyvet, akkor mondom most nektek azt, hogy ne. Ha nem lett volna ez a könyv, akkor valószínűsíthető, hogy nem kezdek el rendszeresen edzeni és nem fogyok le. Ha nem lett volna ez a könyv, akkor valószínű, hogy Magyarországon rajtam kívül is még rengeteg ember nem kezd el edzeni és nem ér el semmit és nem is sportol. Ha nem lett volna ez a könyv, akkor nem alapul meg a Facebook csoportunk, amiben most már 24 ezer tagban lassan, te is nyugodtan beléphetsz, nagyon jó közösség. Ha nem lett volna az a könyv, akkor most nem néznéd ezt a videót, mert nem létezne. Ez egy párhuzamos univerzumban így van. Szóval akkor baj-e, hogy így lett megírva? Hogy tele van hibával, edzésbeli tévedésekkel és téveszmékkel? Nem! Ugyanis enélkül nem jutott volna el ennyi emberhez. És nem lettek volna ilyen pozitív hatásai. Rengeteg értelmes edzőteremben edzőt is, akár testépítőt is megtanított arra, hogy van értéke a saját testsúlyos edzésnek, van haszna, nem csak a súlyzók világa létezik, mint ahogy az öreg nagy klasszikusok is használták. Embereket ébresztett rá arra, hogy az eszközök hiánya az nem lehet kifogás. Mert ezt akárhol tudod csinálni, akár otthon, akár munkában, akár útközben a vonaton, teljesen mindegy, akárhol tudod csinálni, mert nem kell hozzá semmi. Egyedül persze a húzózkodó, de húzózkodó is bármi lehet. Lehet fán, lépcsőn, egy magasabb asztalon, a villamoson, mindenhol lehet húzózkodni. Viszont most érdemes megbeszélnünk azokat a dolgokat, amik nem jók benne. A súlyzós edzés nem hülyeség. És a saját testsúlyos edzés is lehet ugyanolyan veszélyes, hogyha ész nélkül csinálod. Ugyan miért lenne hülyeség más tárgyakat mozgatni? Meg miért természetellenes?
az nem fordulhat elő, hogy a harmadik emeletről le kell hoznod egy szekrényt? Vagy egy hölgynek segíteni felrakni egy nehéz bőröndöt a vonaton? Vagy egy friss anyukának nincs a kezébe egy napról napra növekvő súlyzó, amit tartani kell, vinni kell, felemelni kell, dobálni kell, játszani kell vele? Akkor miért lenne baj az, hogy külső tárgyal edzünk? Egyébként az egész témakört Zsolti nagyon jól kivesészte, hogy mennyire nem igaz, hogy a múltban is nem edzettek súlyzókkal vagy súlyokkal. A leírásban megtalálhatjátok ennek a linkjét. A saját testülős edzés művészete csak a börtönben maradt meg. Oké, okay, akkor most ezt mondd el egy tornásznak vagy egy küzdősportolónak úgy, hogy ne levessen ki. Beszéljünk meg pár kérdést, ami a könyv elolvasása után mindig felszokott merülni. Egy sportmúlttal rendelkező egyének feltétlenül az első lépésekkel kezdenie? Nem. A könyv csak nagyon óvatos, érthető okokból, hogy a hülyék ne sérüljenek meg, bár aki hülye az úgyis megsérül. Na mindegy, az a lényeg, az óvatossága az azért van, hogy fedhetetlen legyen. Én azt szoktam mondani, hogy jó bemelegítés után mérd fel azt, hogy adott gyakorlatból melyik az a szint, amit még szabályosan meg tudsz csinálni, és arról lépjél vissza egyet, és onnan kezd. Mennyi idő után léphetek tovább a lépéseken? Ha már megvan a haladó ismétlésszám, akkor azt még két edzésen ismételd meg, és hogyha nagyon simán megy, akkor lépj tovább. Mennyi időbe telik, amíg elérem a mester lépéseket? Nem lehet meghatározni, függ a korodtól, nemettől, sportmúltattól, genetikától, hormonjaitól, mindentől. Csináljad és elfogszol. A fegyencedzés az csak kezdőknek jó, igaz? Juss el odáig, amíg meg tudod ezeket csinálni. 5-5 egykezes zártlábos fekvőtámasz. 5-5 egykezes húzóckodás. 10 kézen lábnyomás. 20-20 egy lábas húkolás. 20 nyújtott lábam és függeszkedve. 10 állásból állásba híd. Aztán mondd azt, hogy nem vagy erős, és ez csak a kezdőknek való. A könyvben néha úgy vettem észre, hogy nem jó a sorrend. Egyes gyakorlatok nekem legalábbis könnyebbek, mint az azt megelőzőek. Ez a könyv nem szentírás. Nyugodtan kísérletezz, variálj, hasznos, linket találsz a leírásban, hogyha akarsz erről a témáról bővebben olvasni. Mert olvasni jó. Olvastál? Te tudsz olvasni? És az örök kérdés, mindig megkap naponta, segítesz nekem egy fegyencedzéses edzést tervet írt? És a válaszom mindig az, hogy nem. Nem. Magadnak kell. Ha személyi edzést szeretné, az nyilván más tészta, de általában nem ezt akarják az emberek, hanem csak hogy simán ott dobjak egy kezdő edzést tervet. Nem lehet egy kezdő edzést tervet összeállítani. Nincs olyan általános edzésterv, ami mindenkinek jó. Fogd fel! A könyvben, hogyha olvastad volna, mert akkor nem kérdeznél ilyet, pont van egy része erről, hogy magadnak kell megírni az edzéstervet. Ehhez még a könyvön kívül is van egy segítség, amit egyszer már megírtam, azt is a leírásba találjátok. A fegyencedzés az vegyük úgy, mint egy alapot. Szükséges minden sporthoz, amit űzni szeretnél, és segíteni fog neked. Nem kell mindenkinek kimaxolni az egész könyvet, nem ez a lényeg. Viszont összeállítottam nektek egy listát, fiúknak és lányoknak külön, amit kötelező elérni a saját testsúlyos edzésből, mielőtt tovább lépnél bármire. Teljesen mindegy, hogy a torna vagy a street workout irányába mész, vagy esetleg testépítés, elkezdesz súlyzózni, vagy súlyemelés, hogyha teljesítményre hajtasz. Ezt a saját testsúlyos alapot hozni kell, pont. Fekvőtámasz. Fiúknak egy kezes egylábas fekvőtámasz, lányoknak terpeszes egy kezes fekvőtámasz. Húzózkodás, mindkét nemnek felemás húzózkodás legalább. Guggolás, egylábos guggolás. Lábemelés, nyújtott lábemelés függeszkedésben rúgni. Híd, állásból híd és vissza. Kézenállás, fiúknak deficites kézenállva nyomás, azaz, hogy mélyebbre enged le magad, mint a talaj, ezt úgy tudod elérni, hogy mondjuk könyveket raksz a kezed alá, lányoknak pedig sima kézen állgatomás. Tehát olvasd el minél hamarabb a könyvet, a hülyeségekről nem figyelve persze, és kezd bele, és legyél fegyenc. Vagy csak